engedelmével bemutattam a feleségemet, Colette-et. Egy nyomorgó íróhoz mentél feleségül. Te meg egy nincstelen vidéki lányt vettél nőül. A sors már csak ilyen. Támadt egy pompás ötletem. Írhatnál nekem. Hogyan? A történetek, amiket tavaly meséltél. Az iskolai írásaim. Azokból lehetne a következő regényem. Egy fantasztikus igaz történet alapján. A nevem Claudine. Montignyben élek, de valószínűleg nem itt fogok meghalni. Már is az egyik szellem írójává tette. Mondd, ez az? Ez túl nőies. Legyen színesebb, kevésbé irodalmi. Még soha semmit nem kapkodtak szét ilyen gyorsan, és tudod, kik veszik? Fiatal nők. Igazán? Különös jelenség. Egész Párizs attól hangos, hogy a férje egy zseni. Claudine! Madame Colette, úgy hiszem, Willy a Claudinehoz az ön iskolai éveit vette alapul. Igen, hozzájárultam néhány aprósággal. Valami fontosat tettél. Annak a sok fiatal lánynak hangot adtál. Ezt mondta neked valaki? Nem volt rá szükség. Elég volt találkoznom veled. Fedezze fel egy ikon történetét. Csapta neked a szelet. Indokolatlanul vagy féltékeny. Az asszonyt találtam érdekesnek. Így. Nem kockáztathatunk. Ó, mióta tartod a botrányt rossz dolognak? Aki dacolt mindenkivel. Uram, atyám, mi ez a maskara? Hogy önmaga lehessen. Íme az új Claudine. Miért nem kettőnk neve alatt adjuk ki? Szó sem lehet róla. Látni akarom a nevemet a borítón. Nem! Egy bombát tartunk a kezünkben, ami ha rosszkor robban, akkor letépheti mindkettőnk átkozott fejét. Éri! Nem! Keira Knightley kimagasló alakítása. Te csak bántasz, és bántasz, és bántasz. Azt hiszed, ha azt mondod, a férfiak már csak ilyenek, azzal minden el van intézve. Azok a könyvek az én érzéseimmel és gondolataimmal vannak tele. Azok én vagyok. Figyelemre méltó, megragadó és lenyűgöző. Tudatlan voltam, amikor rám találtál. Pozor, meglepő és időszerű. Aztán a saját vágyaidra formáltál. És azt hitted, sosem fogok tudni kitörni. De tévedsz. Ezeket égess el. A nevem Colette. És ez a kéz, amelyik a tollat tartja, történelmet ír. Colette. Március 21-től a mozikban.